Készülnek a tanévre, akár 40 ezer forintot is költhetnek a szülők tanszervásárlásra a szeptemberi iskolai évkezdet előtt. Ipari park és városrehabilitáció összesen mintegy 1,4 milliárd forint értékben kezd el fejlesztéseket az önkormányzat Tiszalökön. Levelet kaphat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal október végéig mintegy 1 millió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van. Akár 40 ezer forintot is költhetnek a szülők tanszervásárlásra a szeptemberi iskolai évkezdet előtt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A szülők inkább a minőséget részesítik előnyben a vásárláskor, az iskolák előre összeállított listákkal segítenek, hogy csak a legszükségesebb dolgok kerüljenek a kosárba. Egy hármas és három hármas kell neki. Éppen a ceruzák közül válogat ez a család. A 20 forintostól a 230 forintosig mindenféle márka, típus és minőség megtalálható. Ők hosszú listával érkeztek beszerezni a szeptemberi tanévkezdéshez szükséges dolgokat. Nekünk van egy elsős kislányunk, úgyhogy kaptunk egy listát, a szerint vásárolunk. Első körben mindig ide jövünk a nagy írószerbe, mert itt minden van. Hát esetleg, ha még is valami nem maradt, akkor mi megyünk tovább más áruházakba. Az írószerboltok már tavasszal elkezdik a felkészülést az augusztusi rohamra. Körbenéznek a piacon, ismerkednek az aktuális trendekkel, valamint egyeztetnek az iskolákkal is. Ez utóbbi azért különösen fontos, mert az oktatási intézmények legnagyobb része már segítséget nyújt a szülőknek ahhoz, hogy mi az, amire gyermeküknek pontosan szüksége lesz a következő tanévben. 80%-ban előírt márkanevekkel és előírt írószerrel érkezik a boltba, hiszen nem szeretnék, hogyha fölösleges írószert megvennének. Éppen ezért az a jellemző ebben az évben még jobban, hogy fel vannak írva, hogy mit kell venni, és ahhoz mi pluszt ajánlunk, illetve minőséget ajánlunk, és a szülő választ, hogy melyik minőséggel él. De nagyon sok esetben a minőség is meg van határozva. A szülők is inkább a minőséget részesítik előnyben, és a választáskor legtöbbször nem a legolcsóbb termék kerül a kosarakba. Ez szerintük hosszabb távon gazdaságosabb. De egy táska esetében például a gyerek egészségét is jobban őrzi egy minősített darab. Sok esetben azonban a divat is közbeszól, hiszen elsősorban a kisebbeknél erős befolyásoló tényező tud lenni egy kedvenc figurával, egy népszerű szereplővel, énekessel, foci csapat címerével ellátott termék. Ezek általában az árakat is emelik, amelyek amúgy is változatosan alakulnak, egy jobb táska ára még akciósan is 20 ezer forint felett lehet. A tanszerek beszerzésénél az elsősöknél a leghosszabb a lista, így náluk a legdrágább az évkezdet, akár 35-40 ezer forintba is kerülhet a gyermek iskolai indulása. Az évek előre haladtával csökken a beszerzendő dolgok sora, a felsősök, valamint főképp a középiskolások már csupán a feltétlenül szükséges tanszereket vásárolják meg szeptemberre. A rendőrök 9 illegális migráns és egy embercsempészt tartóztattak fel a magyar-ukrán határ közelében. A beregsurányi határrendészeti kirendeltség munkatársai Beregdaróc belterületén vontak ellenőrzés alá egy férfit augusztus 12-én 9 óra 30 perc körül. A férfi kurd állampolgárnak vallotta magát, de személyazonosságát és jogszerű tartózkodását Magyarországon nem tudta igazolni. A rendőrök nyomkövető kutya segítségével a közelben további 8 külföldit, egy férfit, két nőt és 5 gyermek. Találtak elrejtőzve, akik szintén kurd állampolgárnak vallották magukat, de semmilyen okmánnyal nem rendelkeztek. A rendőrök a 9 fős társaság tagjait előállították a határrendészeti kirendeltségre. Beregdarócon elfogták azt a mikrobusszal közlekedő 45 éves német állampolgárságú férfit, aki a rendelkezésre álló adatok szerint segítséget nyújtott a külföldieknek az államhatár illegális átlépéséhez. Vele szemben embercsempészés elkövetésének gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. Összesen mintegy 1,4 milliárd forint értékben kezd el fejlesztéseket az önkormányzat Tiszalökön, mondta a Kölcsei Televíziónak a város polgármestere a szombaton megtartott 28. városnapon. Gömze Sándor hozzátette, hamarosan elkezdődik az ipari park fejlesztése és a belváros rehabilitációja. Az eseményen a térség országgyűlési képviselője azt is bejelentette, hogy megújul a tiszalöki strand és üdülőtelep, és elkezdik a Tiszalök és a Tiszadada közötti útszakasz felújítását is.
Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak a Tiszaparti kisváros sportpályáján megrendezett városnapon és nyári ízek fesztiválján. A fűzőverseny, a látványos bemutatók és a szabadidős programok mellett komoly témák is terítékre kerültek, ugyanis a település nemrégiben nyert meg két nagy összegű és a városfejlesztés szempontjából fontos pályázatot. Több mint 400 millió forintból teljesen megújulnak a belváros parkjai, épületeket alakítanak át. A városkép mellett a gazdaságfejlesztésre is áldoz az önkormányzat. Az ipari parki beruházásra 548 millió forintot költenek. Benyújtottunk egy pályázatot ipari park címre, aztán ezt nagy nehezen, hál' Istennek megnyertük néhány évvel ezelőtt, és később kiderült, hogy jó döntés volt, hiszen ez volt a feltétel annak, hogy azt a gazdasági ipari területet, amelyet úgy hoztunk össze, hogy rengeteg földet kellett vásárolnunk, mert nem volt önkormányzat tulajdonában föld. Ezeket alkalmassá tudjuk tenni arra, hogy oda betelepedjenek gazdasági vállalkozások, cégek. Erre nyújtottunk be pályázatot, magyarul az ipari park alapinfrastruktúra fejlesztésére. Ez utak, az összes közmű, vízelvezetés, minden, ami ebbe belefér. Ezáltal, hogyha ez megvalósul, ez véletlenül a 18-19-es évre fogunk a végére járni, akkor kész betelepítésre alkalmas területekkel jelentkezünk a befektetők előtt. A fejlesztések fontosságát a térség országgyűlési képviselője is hangsúlyozta köszöntő beszédében. Minnai Győző a turizmus helyi lehetőségeire hívta fel a helyiek figyelmét, hozzátéve ezen a téren is fejlődni fog Tiszalök a következő években. Tiszalöki strand üdülőtelep fejlesztésére 200 millió forintot elnyert a város. Ez egy komoly lehetőség, hogy itt komfortosabb legyen az üdülőtelep, és tulajdonképpen egyre többen tudjanak ide látogatni. Ahhoz, hogy ide el tudjanak jönni, kell még az infrastruktúra fejlesztése, az úthálózat fejlesztése is. És itt Tiszalöktől Tiszadadáig, mintegy 12 kilométer hosszúságban az útfejlesztés is meg fog történni. Én azt gondolom, hogy jó a levegő, kiépített infrastruktúra, jó a víz, különösen egy ilyen nyári napon mondhatjuk el, hogy a Tisza vize is a strandolók, az üdülők számára elérhető, és ez az üdülőközpont fejlődni fog. A városnap számtalan programmal várta a helyieket, volt csíkós és motoros bemutató, a bográcsokban pedig a legfinomabb ételek készültek. A felnőtteket többek közt koncertekkel és látványos kerékpáros mutatványokkal, a gyerekeket pedig játszóházzal és ugrálóvárral szórakoztatták a szervezők. A Nemzeti Adó és Vámhivatal október végéig mintegy 1 millió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van. Idén már a kivonat elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza. 2000 forint. Legalább egy adónemben ennyi tartozásnak vagy túlfizetésnek kell lennie, hogy valaki adószámla kivonatot kapjon. A kivonat mellett késedelmi pótlékértesítőt is találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítette. Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében közel 50 ezer magánszemély fogja megkapni azt a folyószámla kivonatot, amelyen az adó és a vámtartozását is feltüntetjük már az első oldalon, illetve a túlfizetéseket is szerepeltetjük ezen az oldalon már. Hogyha valaki nem kapja meg postai úton ezt az értesítőt, akkor természetesen ő elektronikusan nyújtott be valamilyen adatszolgáltatást, vagy pedig a bevallását 2016. január 1. illetve 2017. június 12-e közötti időszakba. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve az elektronikus tárhelyre küldjük ezt az adatszolgáltatást, ott tekintheti meg ezt a folyószámla kivonatot. A most érkező kivonatokon az adó és vám folyószámlák egyesítése miatt már a vámtételek is szerepelnek. Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyával vagy esetleges többletük átvezetésével is rendezhetik. Túlfizetés esetén az 1717-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez. Az adószámla kivonatot, valamint a pótlékértesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítani a saját nyilvántartásával. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött tájékoztató segít. Eltérés esetén személyesen, telefonon vagy írásban lehet észrevételt tenni a NAV-nál.
Problémákat fog okozni Nyíregyháza közlekedésében a jelenleg átépítés alatt lévő Mező és Betlen Gábor utcai útkereszteződés, ha elkészül az új csomópont, mondta a hétfői sajtótájékoztatóján az MSZP önkormányzati képviselője. Jeszenszky András szerint forgalmi szempontból nem ez a város legrosszabb kereszteződése, és azt is nehezményezte, hogy az állami beruházásban zajló átépítésbe nem volt beleszólása a lakosságnak és az önkormányzatnak sem. Elmondta, az erről szóló lakossági fórumot rossz időpontban tartották meg, és ennek a meghívója sem jutott el sok nyíregyházihoz. Az ellenzéki képviselő szerint az új kereszteződés forgalmi rendje forgalomszervezési szempontból is aggályos lesz majd. Elképesztőnek tartjuk azt a tervet és azt az ötletet, amely szerint a Mező utcai csomópont átépítése után a Mező utcáról megszűnik a balrakanyarodás lehetősége a belváros felé. Ez óriási problémákat okoz majd a közlekedésben, hiszen nagyon sok intézmény, munkahely, óvoda, hivatal található abban a térségben, és ugye a reggel, illetve a délutáni csúcsforgalomban nagyon sokan közlekednek errefelé. Ez viszont óriási dugókat fog okozni ennek a tiltásnak az esetén, hogyha valóban nem lehet majd balra fordulni, hiszen a környező utcákra óriási forgalmi túlsúly nehezedik majd, amit azok az utcák egészen egyszerűen nem bírnak el. Ráadásul balesetveszélyes helyzeteket fog teremteni, például a Bukarest-Moszkva utca térségében, vagy éppen a Pacsirta utcán. Két rekordkísérletet is szerveznek Mátészalkán, a Városi Uszodában, a település kulturális rendezvényén, a Fényes Napokon. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A hatodik helyen végzett az 50 kilométeres gyaloglásban Hellebrand Máté a londoni világbajnokságon. A nyíregyházi atléta 3 óra 43 perc 56 másodperces idővel új országos csúccsal ért célba. Megszerezte első hazai győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttes az MB2 harmadik fordulójában az Alaegerszeget fogadta, és Misics szabadrúgásból szerzett góljával 1-0-ra verte ellenfelét. A tabella élén a 100%-os Nyíregyháza Spartakusz áll, megelőzve a 7 pontos Kisvárdát. Két rekordkísérletet is szerveznek Mátészalkán, a Városi Uszodában, a település kulturális rendezvényén, a Fényes Napokon. A 24 órán belül leúszott táv hosszának rekordját, illetve a csoportos maratoni váltóúszás rekordját szeretnék megdönteni. A rendezvényre Bernek Péter és Verrasztó Dávid úszóbajnokok is ellátogatnak majd. Ide a Mátészalkai Városi Uszodába várják a rekordkísérletben résztvevőket augusztus 23-án és 24-én. A település egyik kiemelt kulturális eseménye a Fényes Napok, amelyet idén augusztus 23-a és 26-a között szerveznek. Ennek egyik programja a rekordkísérlet. Ennek az apropóját igazából az adta, hogy Mátészalkán 2017-ben most már szervezett keretek között versenyúszásra is lehetőség lesz, hiszen a Mátészalkai MTK 8. szakosztályként fölvette a vízisportok szakosztályát. Jelképes és reméljük jövőbe tekintően pozitív módon a szalkai aranycápák elnevezést kapta ez az úszószakosztály, és az úszószakosztály vezetői úgy gondolták, hogy a Fényes Napokhoz ők is hozzá tudjanak kapcsolódni. A településre a megyebeli úszószakosztályok gyermeksportolóit is meghívták, de a rendezvényre profi és amatőr úszókat is várnak. A helyi szakosztály a Magyarországi Rekordok Szövetségével is felvette a kapcsolatot, és két rekordot is szeretnének megdönteni. Ezek sikeressége esetén a szövetség elnöke maga hitelesíti majd a helyszínen az új országos eredményeket. Ez a két rekord pedig nem más lesz, mint a 24 órán belül leúszott táv hosszának a rekordja. Jelenleg ez 1488 kilométer, tehát ezt kell, hogy megdöntsük. A másik rekord pedig a gyakorlatilag nem időhöz kötött, hanem ez is távhoz kötött rekordot jelenti. Magyarországi csoportos maratoni úszás váltó rekordja lenne. Itt jelenleg egy 24,5 óra körüli idő van, ehhez természetesen a megtett kilométer, ezt kell nekünk egy 25 óra körüli időre majd feltornászni. Nagyon remélem azt, hogy az úszószakosztály lelkesedését látva, hogy itt Mátészalkán a mindennapos testnevelés kapcsán már ugye évek óta folyik a szervezett úszásoktatás. Mátészalka meghívását elfogadta Bernek Péter Európa és világbajnok, valamint Verrasztó Dávid Európa bajnok úszó is, akik nem csak vendégként érkeznek a szatmári településre, hanem a gyakorlatban is népszerűsítik majd a vízisportokat. A
A hatodik helyen végzett az 50 kilométeres gyaloglásban Hellebrand Máté a londoni világbajnokságon. A nyíregyházi atléta 3 óra 43 perc 56 másodperces idővel új országos csúccsal ért célba. Hellebrand az ezüstérmes súlylökő Márton Anita és a bronzérmes 110 gátas Bai Balázs mögött a magyar küldöttség harmadik legeredményesebb versenyzője lett a világbajnokságon. Tavasszal még kérdéses volt, hogy a 20 vagy az 50 kilométeres távon áll rajthoz Londonban Hellebrand Máté, végül a hosszabb táv mellett döntött a gyalogló és edzője Pokrovenszky József. A 49 indulóból 33-an értek célba, és a nyíregyházi atléta fokozatosan tört előre. 5 kilométernél a 26-dik, 10-nél a 21-dik, 20-nál a 20-dik, 30-nál pedig a 12-dik helyen állt Máté, aki 45 kilométernél már a 7-dik volt a mezőnyben. Végül Urbanik Sándor 2001-es országos csúcsát átadva a múltnak, 3 óra 43 perc, 56 másodperces idővel 6-dikként ért célba az élete mindössze második 50 kilométeres versenyét teljesítő gyalogló. Fantasztikus verseny volt. Ez még csak a második 50 km-es verseny volt, szóval nem nagyon tudtuk, hogy mire számítunk. Az edzővel Pokrovenszky Józseffel úgy gondoltuk, hogy az erős középmezőny az reálisnak mondható, időben pedig az egyéni csúcsnak örültünk volna, illetve az országos csúcsnak is úgy gondoltuk, hogy esélye van, hogy azt megdöntöm, de arra nem számítottunk, hogy 5 perccel megdöntöm az országos csúcsot, illetve hogy a 6. helyen érjek célba. A gyalogló az eredmény mellett annak is örült, hogy kamatozott a felkészülési időszakban elvégzett munka. Már a táv felénél, szóval olyan 25 km környékén ott már láttam a részidőket, és éreztem, hogy igazából nagyon jól mennek a lábaim, hogy nagyon jól érzem magam. Ott már számolgattam is, hogy ha ezt a tempót tartom, akkor hatalmas országos csúcs lesz belőle. Azt meg is ijedtem egy kicsit, hogy lehet, hogy akkor kicsit gyorsra lesz a táv első fele, de azért voltam nyugodt, mert tényleg éreztem, hogy nagyon jól mennek a lábam, és hogy nagyon jól bírom, nagyon jó formában vagyok. Az edzőmmel szerintem nagyon jó munkát végeztünk az elmúlt fél évben, és ennek most lett meg az eredménye. A versenyt a francia Johan Diniz nyerte a japán Hikori és a szintén japán Kai előtt. Megszerezte első hazai győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese az MB2 harmadik fordulójában az Alaegerszeget fogadta, és Misics szabadrugásból szerzett góljával 1-0-ra verte ellenfelét. A tabella élén a 100%-os Nyíregyháza Spartakusz áll, megelőzve a 7 pontos Kisvárdát, amely szombaton a Gyirmótot fogadja. A kissé ősziesre fordult időben mindkét csapat aktívan kezdett, a hazaiak igyekeztek támadni, a vendégek pedig kontrákkal próbáltak eljutni a kisvárdai kapu elé. Az első lehetőség a 18. percben adódott a házigazda előtt, Misics baloldali szabadrugását követően a labda épp hogy elkerülte a kapu bal alsó sarkát. A 33. percben Olá lövése ugyanazt a sarkot vette célba, Szappanos azonban ki tudta tolni a hálóba tartó labdát. A 39. percben azonban már ő is tehetetlen volt, Misicset vágták fel a kapu utol 20 méterre, a megítélt szabadrugást a sértet végezte el, és ballábas lövése a sorfal fölött vágódott a kapu jobb felső sarkába. A második játék részben a vendégek nagyobb sebességre kapcsoltak, de a kisvárda jól őrizte előnyét. Az 58. percben Olá lőtt kapura kecsegtető helyzetben, Szappanos azonban hárított. A Zete a 80. percben állt a legközelebb az egyenlítéshez, egy baloldali szabadrugás után Ekker maradt egyedül az ötösön, és ezen ő is úgy meglepődött, hogy messze a kapu mellé fejelte a labdát. A hátra lévő időben is uralta a játékot a várda, ami így megszerezte első hazai győzelmét a szezonban. Jobban szerettem, ahol többet tudunk rúgni, de a mai napon nem sikerült, pontosan azért, mert a kap előtt pontatlanok voltunk, tehát a szögletek és szabadugások nagyon jól jöttek be, csak kicsit lemaradtunk mindig róla, vagy amikor mögéig tudtunk menni, ami többször sikerült is, ugye erre készültünk, akkor viszont nem jól adtunk be, nem találtunk embert belül, viszont azt el kell mondani, hogy a csapat jól játszott, az ellenfélnek igazából helyzete nem volt, nekünk kellett volna még gólt szerezni, erre meg is voltak a lehetőségeink,
de ez sajnos a mai napon nem sikerült, viszont jelzi a csapatnak az erejét, hogy egy óra is tudott nyerni, és nagyon masszívak voltunk még akkor is, amikor az ellenfelünk a végén már minden egy lapra föltéve, főleg agresszíven próbált támadni minket, de akkor is a játékosok meg tudták oldani a feladatukat, tehát amikor kellett, akkor tudtunk futballozni, és volt, amikor nagyon szépen játszottunk, amikor meg küzdeni kellett, akkor meg küzdöttek a játékosok, tehát helyén volt a szívük minden pillanatban. A vendégek edzője szerint jól felkészültek a Kisvárdából, de ennek ellenére sem tudták megakadályozni a hazaiak győzelmét. Ismerem Kondás elemét, ismerem a Kisvárdát, mert több meccset is láttam, amit játszottak. Kielemezve tudtuk, hogy mit fognak játszani, abban nagyon keveset változott a játékba. Azt mondom, hogy elég jól felkészültünk, jól fogadtuk az ők indításokat az elejétől kezdve. Pászon mögén tudtak kerülni, de nem tudtak felszabadulni, de ugyanúgy mondom, Kisvárda, amit számítottunk, arra azt kaptunk. Persze egy olyan szabadrugásból kaptunk ott, amit ki lehetett volna kerülni, de a labdarúgásban ez ilyen. A forduló további eredményei a következők: Siófok-Győr 0-2, Budaörs-Dorog 2-2, Budafok-Soroksár 1-1, Szolnok-Kazincbarcika 0-0, Vác-Szeged 1-0, Cegléd-Sopron 2-0, Békéscsaba-MTK Budapest 0-0, Csákvár-Moson-Magyaróvár 1-1 és Gyirmót-Nyíregyháza-Spartakus 0-3. A tabella élén egyetlen 100%-os csapatként a 9 pontos Nyíregyháza-Spartakus áll, megelőzve a 7 pontos Kisvárdát. A Kisvárda szombaton a Gyirmótot fogadja. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Akár 40 ezer forintot is költhetnek a szülők tanszervásárlásra a szeptemberi iskolai évkezdet előtt. A szülők inkább a minőséget részesítik előnyben a vásárláskor. Az iskolák előre összeállított listákkal segítenek, hogy csak a legszükségesebb dolgok kerüljenek a kosárba. Összesen mintegy 1,4 milliárd forint értékben kezd el fejlesztéseket az önkormányzat Tiszalökön, mondta a Kölcsei Televíziónak a város polgármestere a szombaton megtartott 28. városnapon. Gömze Sándor hozzátette, hamarosan elkezdődik az ipari park fejlesztése és a belváros rehabilitációja. Az eseményen a térség országgyűlési képviselője azt is bejelentette, hogy megújul a tiszalöki strand és üdülőtelep, és elkezdik a Tiszalök és a Tiszadada közötti útszakasz felújítását is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal október végéig mintegy 1 millió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van. Idén már a kivonat elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 14-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk, és a szél is mérséklődik. Anticiklon hatása érvényesül időjárásunkban, ezért sok napsütés várható, és erősödik a nappali felmelegedés. Az éjjeli órákban derült, száraz időre lehet számítani. Az északkeleti szél helyenként még élénk marad. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is derült, napos időre van kilátás, csapadék nélkül. Az északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Péntek estig túlnyomóan derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, péntek délután már országszerte 30 fok fölé melegszik a levegő. Szombaton hideg front érkezik, vasárnapra tehát ismét lehűlésre, változékonyabb, átmenetileg újból csapadékos időre számíthatunk.